Hallottam egy ilyet, hogy akkorát csalódtál Bencében, hogy már a lányokhoz vonzott. Feskő. Oh my. Hát üdvözlök mindenkit újra a csatornámon, ami remélhetőleg visszatér az életbe, így Isten tudja hány hónap után. Arra gondoltam, hogy egy kérdezfelelekkel fogjuk kezdeni így a szünet után. Technikai nehézségeink még adódnak, mind berendezésben, mind hangban, mind mindenhogy. De itt vagyunk, és csináljuk, úgyhogy valami lesz. Úgy gondolom, hogy belevágunk a közepébe, és elkezdek válaszolni a legsűrűbben feltett kérdésekre, és a továbbiakban pedig majd alakítjuk a csatornát, és meglátjuk, hogy mi fog történni. Úgyhogy azt ajánlom, hogy mindenki fogjon egy kávét, egy kis nasit, és kezdjünk bele. A top 5 kérdést fejből is tudom, viszont amivel szeretnék kezdeni, az az, hogy hol élek, most hova költöztem vissza, és hova nem költöztem vissza, és mi a helyzet ezzel. Augusztus végén hazaköltöztem Hódmezővásárhelyre, vissza édesanyához, kis family life, minden, amit el tudtok képzelni, és most, március 15-én egészen pontosan, pedig visszaköltöztem Budapestre. Ez volt az a költözés, amit nagyon vártunk, többen vártuk. De nehéz lesz ez a videó. Szóval, rengeteg azzal kapcsolatos kérdés volt, hogy hogy éreztem magam vásárhelyen, nem fura-e visszamenni vidékre, nem fura-e most visszaköltözni nagyvárosba, és az az igazság, hogy egyik sem fura, mert mindennek megvolt szerintem a maga ideje. Nagyon jól éreztem magam vásárhelyen, nyilván fura volt visszamenni, de nagyon-nagyon jól éreztem magam. És ez is vezetett egyébként ahhoz, hogy ennyire elmaradoztak a videók, hogy talán egy kicsit túl jól éreztem magam. Szerintem egyébként majdnem mindenki tudja, hogy nekünk vásárhelyen van egy lovardánk, és az idő nagy részét egyébként ott töltöttem. Lovagoltam is, úgy maga a vibe nagyon jól esett, és nagyon jól éreztem magam. Elképesztően jó társaság gyűlt össze a lovardában, el se tudom mondani, hogy milyen jó a hangulat. Úgyhogy nagyon jól éreztem magam otthon. Ez most így lehet, hogy önzőn hangzik, vagy nem felelősségteljesen, vagy nem tudom. De nem jött úgy, hogy videózzak, és úgy éreztem, hogy csak azért videóznék, hogy legyen videó és posztoljak, és nem belülről jött. Úgyhogy mindenki gondoljon, amit szeretne, de nekem ez így volt a legjobb. Nagyon örülök, hogy visszajöttem. Megint megvan az a kedv és az akarás ahhoz, hogy videózzak. Ha még mindig szeretnétek nézni, akkor itt vagyok, és mostantól itt is leszek. Kíváncsi vagyok természetesen arra, hogy ti mit szeretnétek látni, viszont nekem is vannak elképzeléseim a csatorna alakulásával kapcsolatban, aztán majd meglátjuk, hogy hogy reagáltok erre, és hogy ti is szeretnétek ezt, de ez volt az első dolog, amit szerettem volna tisztázni. Rengeteg kérdés arra vonatkozóan, hogy hogy éltem meg a szakítást, hogy dolgoztam fel, feldolgoztam-e, milyen érzéseim vannak ezzel kapcsolatban. Ezt teljesen őszintén mondhatom, hogy Bencével kapcsolatban semmi negatív érzésem nincsen, de azt hiszem, hogy ez egy olyan dolog, ami nem csak rólam szól, úgyhogy ez szerintem most megtartom magamnak, de remélem, hogy a többi kérdésre, ahogy válaszolok, abból majd le tudjátok venni a fontosabb dolgokat. Térjünk rá gyorsan a jószágokra, ugyanis ez is egy visszatérő kérdés volt. Enjoy! Amíg otthon voltam, igen, lovagoltam, de ezt otthon mindenki tudta, hogy átmeneti dolog. Szeretnék lovagolni, igen, nagyon jó volt újra lovagolni, elképesztően élveztem, viszont azzal az életmóddal, amit jelenleg folytatok, nem tudom összeegyeztetni. Sanyi fogja lovagolni Enjoyt, 100%-osan megbízom Sanyiba, nagyon ügyes, jó gondját fogja viselni, és ha fogok is versenyezni, az biztosan nem most lesz. Ez az oldalam egy kicsit, még bőven jó pár évig biztosan pihenő pályára van téve, remélem, hogy nem okozok túl nagy csalódást ezzel, de ez jelenleg megmarad egy hobbinak, hogyha hazamegyek, akkor szerintem fogok lovagolgatni, de nem versenyszerűen. A másik jószággal kapcsolatos kérdések, rengeteg féleképpen tettétek fel azt a kérdést, hogy Olival mi a helyzet? Volt olyan, aki egészen beletalált a közepébe, viszont nem szeretném ezeket
feltétlenül egyesével felolvasni, a lényeg kutya. Eredeti elképzelés úgy nézett volna ki, hogy amikor visszaköltözöm Pestre, jön velem a kutya is, és kettecskén leszünk romantikába, és majd együtt programozunk, és olesz pesti kutya lesz, hát ez nem olyan könnyen kivitelezhető, mint gondoljátok, ugyanis 10-ből 9 főbérlő vagy lakástulajdonos, amikor megtudta, hogy a kutya az egy dobberman, hát hogy fogalmazzak finoman, nem voltak boldogak, és 10-ből 1 volt, aki azt mondta, hogy egy 100-150 ezer forintért per hó a bérleti díjon felül. Pluszért egészen nyugodtan hozhatom a kutyát, és semmi akadálya, az nem lett volna egészen kifizetődő. Itt volt egy olyan pillanat, amikor én felvetettem Bencének, hogy esetleg elgondolkozhatnánk a gyerek elhelyezésen, és hogy mi legyen vele. Bence élete jelenleg nem úgy van berendezve, hogy egy kutya beleférjen, úgyhogy ő nem szerette volna, hogyha teljes mértékben nála marad Oli. Itt jön édesanyja a képbe, aki elképesztően sokat segített ezzel kapcsolatban. Nála már az nagyon nagy dolog volt, hogy amíg én otthon voltam, addig a kutya bent volt a házban, nem kifejezetten szereti, de mikor látta, hogy mennyire megnehezíti az albérletkeresést az, hogy ilyen csöpp kutyám van, felajánlotta a lehetőséget, hogy maradhat nyugodtan otthon vásárhelyen, és akkor én is tudok lakást keresni, így legalább tudom, hogy biztosan jó helyen van, foglalkozva van vele, ki tud járni a lovardába futkározni, otthon van a másik kutya is, akivel elképesztően jól kijönnek. Nem ez volt az elképzelés, és nyilván jobban örülnék neki, hogyha itt lenne velem, de az ő igényeit is figyelembe véve, neki biztosan nagyon jó lesz otthon. És természetesen ez nem zárja ki azt, hogy néha majd fel fog jönni, fogunk programozni, Gáborhoz is fogunk majd menni együtt, de az ideje nagy részét otthon tölti Hódmezővásárhelyen. Rengeteg kérdés az idei évre való tervekről, és annyit elmondok, hogy rengeteg ötletünk van, viszont nem szeretném őket megosztani veletek, ahogy szépen majd sorba remélem valósulnak meg, látni fogtok mindent, és mihelyest olyan dolog van, amiről be tudok nektek számolni. Ti lesztek az elsők, akik tudni fogjátok, de nem szeretnék így vakon lövöldözni csak az ötletekkel. Meg fogjátok látni. Amin elképesztően meglepődtem, és nagyon-nagyon jól esett, el se tudjátok képzelni, hogy mennyire. Minden második kérdés csak annyit akart, hogy hogy vagyok, hogy érzem magam lelkileg, és úgy egyébként, hogy mi újság velem. Elképesztően aranyosak vagytok, úgyhogy köszönöm, hogy vagytok egyébként. Most így teljesen minden nyáladzás nélkül, de nagyon-nagyon cukik vagytok. Az a baj, hogy csak azt tudom mondani, hogy jól vagyok, és remélem, hogy nem tűnik ilyen kamunak, mert ez így annyira egybefoglalja, hogy jól vagyok. Minden téren elképesztően jól érzem magam. Rengeteg olyan kérdés van, hogy milyen újra szinglinek lenni, és ha teljesen őszinte akarok lenni, akkor sokkal jobb, mint gondoltam. Elképesztően élvezem. Egyedül vagyok, nincsen csávom, ezt nagyon sokan kérdeztétek, nincsen senki. Nem azt mondom, hogy nem beszélgetek emberekkel, nyilván, de semmi komoly, nem is tervezek még egy jó darabig. Ha valaki nem ismerné, akkor gyorsan szeretném nektek bemutatni Csirmaz Lucát. Psiholive néven találjátok meg Instán, mindenképpen csekkoljátok le, dobjatok rá egy követést. Ő a pszichológus, akihez járok már jó ideje, elképesztő csaj, imádom. És hát igen, elkezdődött a kis önismereti utazásom. Nem mindig szórakoztató ez az utazás, de határozottan eredményes. Ha bárki gondolkozik rajta, hogy el akarja kezdeni, ne gondolkozzon tovább, kezdjen bele, nagyon hasznos. Nem a szakítás miatt, de egyébként is nagyon-nagyon sokat segített. Úgyhogy igen, ha gondolkoztok rajta, akkor mindenképpen kezdjétek el a terápiát. Csak ajánlani tudom. És akkor, most, hogy nagyjából végigértünk a legfontosabb kérdéseken szerintem, elkezdem lapozgatni azokat, amiket kimentettem, és tudom, hogy vannak még visszatérők, viszont nézzünk bele akkor a mentettekbe. Hogy állsz az edzéssel, mert valami csodálatosan nézel ki, és érdekelne a titkod? Először is nagyon szépen köszönöm, nagyon kedves vagy. Jelenleg még nem választottam edzőtermet, hogy hova fogok járni. Az egész beköltözéssel, berendezéssel, stb. Rengeteg idő ment el.
Viszont, ha jól sejtem, akkor jövő héten megyünk Barbival közösen edzeni, és megpróbálom kitalálni, hogy hova is szeretnék járni. Amíg otthon voltam, öcsivel jártunk edzeni, nagyon jó volt. Szeretek egyedül is edzeni, de tök élveztem, hogy valakivel mentem. Ezen kívül a diéta volt egy nagyon erősen visszatérő kérdés. Elképesztően szégyellem magam amúgy. Hónapokkal ezelőtt megígértem nektek, hogy csinálok egy karnivoros update videót. Ez azóta sem történt meg, viszont most megígérem nektek, hogy a következő 1-2 hétben fel fogom venni nektek ezt a videót is. Rengeteg költözős vlog anyagom van, úgy gondolom, legalábbis az alapján, hogy mennyit videóztam, és ezek folyamatosan fognak érkezni. Itt egy kis közérdekű közlemény, a vlogok átköltöznek a nagy csatornára, vagyis visszaköltöznek a nagy csatornára, ugyanis lehet, hogy másképp fogjuk hasznosítani a második csatornát, de ez csak egy kis kitérő és egy kis sneak peek, de a lényeg, hogy a vlogok visszaköltöznek, lesznek rendszeresen vlogok, természetesen, és közé fogok beszúrni ilyen-olyan tematikus videókat, és az egyik ebből mindenképpen egy karnivóros videó lesz. Amíg otthon voltam, tartottam egy jó 2-2,5 hónapos szünetet karnivortérem. Nagyon érdekes volt a szünet, ugyanis az elején elképesztően élveztem, hogy megint változatosan lehet kajálni, és zöldségek, és gyümölcsök, és minden, amit el tudtok képzelni. Nem mondanám azt, hogy össze-vissza ettem, mert ez nem teljesen igaz, de volt természetesen minden. Pizza, süti, szendvicsek, tényleg minden, amit nyilván karnivor alatt 100%-osan kihagytam. Viszont most megint visszaálltam, és a szünet alatt nem jött vissza szerintem 1 kiló se, úgyhogy ez egy nagyon érdekes kis kísérlet volt. Viszont most megint visszaálltam, mérlegem nincsen, és nem is igénylem igazából, ugyanis sokkal jobban érdekel az, hogy mit látok a tükörbe, mint hogy hány kiló vagyok. Ez valahogy nem szerepel a prioritás listámon, és egyébként szerintem senkinek sem kellene, hogy szerepeljen. Most jobban érzem magam. A szünet végén éreztem, hogy nem jó az, ahogy kajálok, úgyhogy vissza akartam állni. Most ezt jónak érzem, de a közeljövőben valamikor szeretnék egy személyre szabott étrendet íratni, ugyanis azt azért tudom természetesen, volt olyan kérdés, hogy meddig lehet ezt csinálni orvosi konzultáció nélkül, folyamatosan volt vérvételt csináltatva egyébként, és nézve voltak az értékeim, hogy biztosan rendben van-e, és mehet-e. De közben figyelni akartam arra is, hogy én hogy érzem magam, és hogy reagál rá a testem. És én még mindig úgy érzem, hogy teljesen rendben vagyok, sokkal jobban érzem magam, mint amikor minden mást is ettem. De ebbe szerintem majd egy kicsit részletesebben belemegyek a karnivóros videóban, és ott jobban kifejtem. A lényeg az, hogy jelenleg még ezt csinálom. Úgy gondolom, hogy valamikor az elkövetkezendő 1-2 hónapban megpróbálok visszaállni egy kiegyensúlyozott, minden táplálékcsoportot érintő táplálkozásra, de erről majd akkor beszélünk részletesebben. Ide kapcsolnám azt a kérdést, amire külön emlékszem, mi a helyzet a hormonháztartásommal, ilyen JDES update kérdés volt. Őszintén megmondom, hogy jelenleg úgy érzem, hogy rendben vagyok, nőgyógyászatilag teljesen rendben vagyok, hála az égnek. Viszont itt kapcsolom rá a bőrgyógyász vonalat. A bőrgyógyászom szeretné, hogyha csinálnék egy terheléses cukorvizsgálatot, ugyanis szeretne 100%-ra biztos lenni benne, hogy nem vagyok IRS, amit én is szeretnék 100%-osan tudni. Ez még előttem áll, nem vettem még rá magam, de a közeljövőben ezt is meg fogjuk ejteni. Természetesen jöhettek velem oda is, és közösen végigvisszük az egészet, akármi is lesz az eredmény. És erre kapcsolnám rá akkor azt a kérdést, hogy hogy állsz a tretinoin, izotretinoin kúrával. Ugyanis említettem nektek, hogy a bőröm az nem csodával határos módon egyik napról a másikra úgy döntött, hogy mostantól tökéletes leszek, és have fun. Októberben elkezdtem egy izotretinoin kúrát, amit régi néven valószínűleg nagyon sokan roakutánként ismertek. Én most Inerta néven szedtem. Nagyon mini dózisban, egy 3 hónapos kúrában fogyasztottam. Ennek a kúrának nem régen lett vége.
egy-két hétről beszélünk. Ezért kellene nagyon siessek egyébként a terheléses cukorral, hogy visszamenjek a bőrgyógyászhoz, és megbeszéljük, hogy mi lesz a következő lépés. Megint csak mondanám, hogyha erről részletesen szeretnétek hallani, akkor csinálok nektek egy külön videót, mert van mit mesélni róla. Rengeteg új terméket kezdtem el használni, ugyanis az izotretinoin szájon átszedve is nagyon megviseli a bőrt, úgyhogy teljesen át kellett alakítanom az egész bőrápolási rutinomat, hogy ennek megfelelő legyen. Így volt szerencsém egy teljesen más bőrtípusnak való termékcsaládot is megismerni, és onnan kedvenceket összegyűjteni. Viszont ha jól gondolom, akkor a következő lépés az az lesz, hogy elkezdem a tretinoint krémformában is használni, ami megint csak egy nagyon érdekes és valószínűleg hosszú utazás lesz, de várom, kíváncsi vagyok rá, hogy mi lesz vele, úgyhogy erről is foglak tájékoztatni titeket részletesebben. Ezen olyan jót mosolyogtam. Te is úgy érzed, hogy megnőtt az önbizalmad, mert nagyon strong, dark, feminine vibe-od lett. Nagyon szépen köszönöm. Nem tudom. Nem vagyok benne biztos, hogy ez a jó szó, hogy megnőtt az önbizalmam, csak fejlődök, és valahogy máshogy jönnek le az energiák szerintem, és ezt láthatjátok rajtam, jól érzem magam, boldog vagyok, úgyhogy tök jól alakul minden, úgyhogy szerintem egyébként csak ez látszik sokkal jobban kívülről. Lesz-e house tour? Ez nagy kedvencetek volt. Ha nem is azt mondom, hogy house tour, lakástúrt csinálhatok, hogyha szeretnétek. Én nem vagyok ellene, szerintem így is úgy is látni fogjátok az egész lakást videókban, úgyhogy nem gondolom úgy, hogy bármit jelent, hogyha egyben csinálok egy videót és megmutatom nektek. Úgyhogy ha kíváncsiak vagytok rá, akkor nagyon szívesen csinálok nektek ilyen videót. Viszont arra még várni kell egy kicsit, mert ha jól sejtem, akkor heteken belül talán azt mondhatom, hogy teljesen kész lesz a lakás, úgyhogy nem kapkodnám el, még félkész állapotban van, nagyon cuki már így is, szerintem minden elfogultság nélkül, de ha kibírjátok azt, hogy várjatok egy pár hetet rá, akkor egészben szeretném megmutatni, és akkor természetesen semmi akadálya. Hola! Igen. Milyen könyveket olvasol mostanában? Amíg otthon voltam, volt egy nagyon erős 2 hónap, amíg semmi kedvem nem volt olvasni, de semmi nem kötött le. Viszont utána jött egy érzés, egy löket, hogy na most, befejeztem azt a könyvet, amivel nagyon sokáig szenvedtem. Fogok nektek hozni beszámolót, mert vagy 30 könyvvel el vagyok maradva nektek beszámolással, ajánlással, és azután a könyv után érkezett meg szerintem Barbie az Akotár sorozattal, amit egyébként kérdeztetek külön-külön is. Imádom, elképesztő. Én olvastam már fantasyt, viszont nem volt ilyen jó. Barbie még soha nem olvasott, és neki ez volt az első. És ő mondta, hogy nagyon-nagyon jó, úgyhogy kezdjem el. Szépen elkezdte ideadni a részeket, és az utolsót még nem kezdtem el, mert félek tőle, hogy nem tudnám letenni. De szerintem jövő hét végén az lesz a program, hogy egy szombati napon végigpörgetem az egészet, úgyhogy hozom nektek a beszámolót, jegyzetelek, hogy milyen videókat kell nektek készítsek. Oké, ez egy hajas oldal, egymás után 3 kérdés. Mi a terv a hajammal, vagy csak hagyom megnőni? Tudnék-e bevágni egy képet az első hajvágásomról, és egy mostanit, hogy mennyit nőtt? Ez egyébként egy brutál átalakulás, hogyha belegondoltok. Nem is tudom, hogy mikor vágattam le először rövidre a hajamat, szerintem még 21-ben, azt tartottam egy fél évig körülbelül, lehet, hogy egy kicsit tovább. Utána visszafestettem barnára, és azóta igazából növesztem le az egészet, és hogyha megnézitek, nem tudom, hogy most látszik-e,
De a végén körülbelül egy ennyi, ami megmaradt abból a hajamból, ami szőkítve lett. A többi az teljesen a sajátom, nem volt még színezve egyszer se. Az elmúlt fél évben háromszor lett visszavágva a hajam, vagy négyszer. Nagyon sokszor lett vágva, próbálom villámgyorsan eltávolítani a valaha festett részt a hajamból, és most növesztünk, azt hiszem, egy kicsit ezt a természetes haj érát éljük, és majd meglátjuk. Nagyon hiányzik a szőke egyébként, rengetegszer ülök a kezemre nagyon erősen, hogy ne nyúljak be a szekrénybe, és kezdjek el valamit alakítani, de igen. Most ilyen természetes haj időszakot élünk, illetve hajnövesztésre tudok-e tippet, nekem mi vált be, tök sokat nőtt a hajam. Hozzátenném, csak hogy ez mindenkinek tiszta legyen, nagyon sok múlik genetikán, viszont elképesztően sokat tudtok segíteni vitaminokkal és egyéb dolgokkal. Én vitaminozok, elég régóta most már együttműködök a Bloomhair-rel, ami mostantól egyébként Bloom Robbins, úgyhogy ha még a régi néven keresitek, akkor nem biztos, hogy meg fogjátok találni. És én azt a gumicukrot szedem, szerintem egy éve már biztosan. Én úgy gondolom, hogy sokban hozzájárult ahhoz, hogy egészséges a hajam, és hogy ilyen gyorsan nő. Milyen érzés 10 percre lakni tőlem? A legboldogabbá tesz, kedvesem. Felmondanál-e, ha olyan helyen dolgoznál, ahol az emberek lenéznek, és nem kedveled őket? Én úgy gondolom, hogy az élet minden területén, hogyha valahol szarul érzed magad, akkor ott kell hagyni. If you know, you know. Ennyi. Nem ér annyit, semmi nem ér annyit, hogy tönkre menjél benne. Milyen változásokat érzel magadon az elmúlt hónapok után? Nem biztos, hogy konkrétan rá tudnék mutatni egy-egy dologra, hogy ezt érzem változásnak, hanem úgy érzem, hogy fejlődök. Minőségi irányba fejlődök. Ebben Luca egyébként nagyon nagy szerepet játszik, meg még nem tudom kifejteni, és nem tudok konkrétan kiemelni dolgokat, de úgy érzem, hogy alakul a dolog. Mivel telnek a hétköznapjaid? Jelenleg próbálom egyébként kialakítani a rutinomat. Fejben már nagyjából megvan, hogy szeretném látni egy-egy napomat, de még nem fix. Ahogy meg lesz a fix rutinom, jönni fognak róla a videók, abba biztosak lehettek, de még ebbe a kis beleszokós, alakulós fázisba vagyok. Úristen, az összes kérdezőablakba írt felajánlást teljes szívemből köszönöm, de nem élnék velük. Öcséddel milyen a viszonyotok? Eddig is azt mondtam mindig szerintem, hogy kifejezetten jó. Volt egy elég rázós időszakunk, amikor ő 16-ba fordult talán, vagy valami ilyesmi. Volt egy nagyon erős fél éve. Akkor nem voltam benne biztos, hogy mindig jóba leszünk, de ahogy abból kinőtt, és elkezdtünk így értelmileg is összenőni, határozottan nagyon-nagyon jó a viszonyunk. Amíg otthon voltam, addig sokkal több időt voltunk együtt. Nyilván öcsi csinálja a lovardát, úgyhogy nagy tapsot neki, nagyon ügyes, egyedül csinál mindent. Amíg otthon voltam, addig jobban belelettem avatva a dolgokba, és ha tudtam, akkor segítettem neki. Most pedig a költözésnél ő segített nekem, 3 napig furikázta a seggem, olyan jó volt, hogy végre valamikor nem nekem kellett vezetni. Úgyhogy jött velem intézni a dolgokat, pakoltunk, szereltünk, minden. És nyilván így, hogy itt van a lakás, hogyha van kedve bármikor Pestre jönni, programozni. Valószínű nem engem akar látni, de hogyha jön fel, akkor ide fog jönni hozzám. Úgyhogy igen. Úristen! Ez a kedvencem. Hallottam egy ilyet, hogy akkorát csalódtál Bencében, hogy már a lányokhoz vonzódsz, ez igaz-e? Ez az állítás elejétől a végéig teljesen hamis, viszont itt jutott eszembe az, hogy én soha nem csináltam Assumptions videót, úgyhogy nem tudom, hogy mi a véleményetek róla, de lehet, hogy csinálhatnánk egyet, és hát, hogyha itt a komment részlekben
megszavazzátok, vagy érdekelne, akkor csinálhatnánk egy... Mi is a magyar neve? Feltételezések rólam, vagy valami ilyesmi, mert szoktam olyanokat látni, amiken még én is pislogok. Lehet, hogy érdekes lenne. Hogy vagy, történt-e valami érdekes, amit meg szeretnél osztani? Egyébként nagyon-nagyon sok érdekes dolog történt. Rengeteg mindent tudnék mesélni, viszont ezeket is úgy gondolom, hogy megtartom magamnak. Maradjunk annyiba, hogy nagyon eseménydús és izgi volt az elmúlt pár hónap, és amit ki kellett pihennem, azt kipihentem. Rengeteg új embert ismertem meg, egy csomó helyen voltunk. Nagyon hiányoztál, Rebeka, körmös és parókás videó lesz-e? Szeretnék. Igen, szörnyű állapotban vannak a körmeim, most már pakolás utolsó napjaiba vagyunk, ma jön a... Hát nem ma jön, ma megyünk a kanapém másik feléért. Az egy egészen mesés történet, majd valamelyik vlogban látni fogjátok a kifejtését, de ma megyünk érte. Azt még, amíg elszállítjuk, ezek a teeny tiny körmeim lesznek, viszont az elkövetkezendő napokban szerintem eljutok oda, hogy vissza tudjam tenni a hosszút, úgyhogy lesz, igen. Hogy hat rád, hogy látod Bence új barátnőjét, szerinted egészséges-e ilyen gyorsan? Teljesen őszintén mondom, hogy ha Bence boldog, akkor én is boldog vagyok, nagyon örülök nekik, és úgy gondolom, hogy egyikünknek se a reszortja, hogy ítélkezzen, vagy véleményt formáljon e felett, hogyha neki ez így jó, akkor szerintem ezt el kell fogadni, és nem a mi dolgunk, nem kell bele szólni szerintem, vagy véleményt formálni róla. Jelenleg milyen a meglátásod a hosszú távú terveiddel kapcsolatban, házasság, családalapítás, stb.? Szeretnék nyilván, de közel sincs a top 3-ban vagy top 5-ben a prioritás listámon. Én úgy gondolom, hogy majd alakul, úgy lesz, hogy lennie kell, nem sietetjük, ráérünk, úgyhogy remélem, hogy ez így kielégítő válasz volt. Hogy tetszik a szomszédság? Köszönöm kérdéset. Mesés. Idén nyáron is jöttök-e a szőrös gyerekkel a mincenti kutyás strandra? Mindenképpen. Biztos lesz benne, főleg így, hogy ott van vásárhelyen. Egyébként nem biztos, hogy ez az ő kedvenc programja lesz, ugyanis nem szereti a vizet, a dobbermanok nagyon-nagyon nem vizesek, de ettől függetlenül természetesen el fogom vinni, igen. Mi az, ami 2022-ben nem jött össze? Fuck off. Mi az, ami 2022-ben nem jött össze, de 2023-ban meg akarod valósítani? Van egy konkrét destináció, ahova nagyon-nagyon szeretnék eljutni, és szerintem idén lesz az az év, hogy ez megvalósuljon. Még mindig szenvedélyed a sminkelés, nem szeretnéd-e tovább folytatni, mint munka? Hát, hogyha azt nézzük munkának, hogy az interneten sminkeltem, akkor de... Egyébként nem foglalkoztam sminkeléssel soha olyan komolyan, hogy sminkesnek hívjam magam. Nagyon szeretek sminkelni, még mindig. Időnként elkap a vágy, hogy valami brutál nagy sminket feldobjak, de hétköznapokban mostanában egyébként nem foglalkozok vele annyit, mint látjátok, most is totál naturba vagyok. Igen, mostanában ezen a natur vonalon mozgok, de nem fog teljesen elmaradni a sminkes vonal a csatornám, viszont egy kicsit háttérbe lesz szorítva. Oké, okay. Nagyjából végigértünk. A legfontosabbakra szerintem válaszoltam, hogyha maradt még kérdésetek, amire nem kaptatok választ, akkor azt írjátok meg nekem a komment részlegben, megpróbálok azokra is válaszolni, illetve mindenképpen kövessetek Instán, mert ott fogok szerintem a legaktívabb lenni, ott tudtok majd kicsit beleszólni a csatornának az alakulásába. Hogyha végignéztétek a videót, akkor nagyon megköszönném, hogyha ezt valahogy a komment részlegbe jeleznétek, és egy kicsit fel tudnánk éleszteni a kis közösséget. Nagyon szépen köszönöm nektek, hogy itt voltatok, a következő videómban találkozunk. Sziasztok!